Guten Tag! Sziasztok! Na, espónos küldetés következik. Vagy mi? És most lehet a kapitány Vladelkelhez visszamenni. És nem tudom. Nem tudom, hogy ez a küldetés hova fog vinni amúgy, mert... Nem tudom. Legyőztük a espónokat, és akkor most, tehát így nyertitek. Hát szerintem lehet, hogy annyi, hogy már csak jelenteni kell, hogy kész, az kész. Mint ez ilyen hosszabb, vagy nem is tudom már. Miért te ezt csináltad? Nem. Hát akkor meg honnan tudod? Hát csak sejtem. Hello. Ébresztő köcsög. Milyen undead? Aha. Úristen, 2500 gold. Akkor viszont tényleg ennyi volt. Jó, én mondtam egyébként, hogy ez lesz. Jó, hát azt hittem hosszabb, nem mindegy. Jó, amúgy mindegy. És akkor most fölküldetés? Fölküldi. Az már öt része nem is csináltuk, szóval már időre lenne. Most legbookok jönnek. Ugye? Hogy van? Hát most úgy van, hogy igen. Ezt várni kell. Ez a Path of Knowledge kell most, az a fölküldetés. Ja, ezt tudom. Igen. Ez a fő három van, mert a Partrenex, ezek már Skyrim-esek. Igen, így. Mondtam, hogy a Path of Knowledge a fő küldetés. Kivéve ezt. Ez mi? Resonance Gems. Meg ez. Ez a bandites, vagy nem tudom, igen. A franc. Mindegy, fő küldi lesz, kész. Igen. Ennyi. És akkor Nelosszal kell most beszélni, aki... Nem Skull is... Village-be lehet, fogadjuk. Nem. Telmir Mithrin. Na most ez a hely, ez a Telmitrin, ez körülbelül olyan, mint a college, tehát ilyen mágus fő központ. Az tök jó. Lehet, hogy tanulunk valamit ott is. Ez a Solstheim-i college szerintem. Tök jó hely amúgy. Szeretni fogod szerintem. Mi a fasz? Én is mindenki egy hatalmas kombában él, szóval ez valami. Lol. Oké. Okay. És itt egyből vannak valaki. De ezek ellenfelek? Le van, ha itt van, mert... Le, persze. Okay. Lehet, hogy ettől kapunk valami küldetést. Summon Ash Guardian. Hát ez elég nagy fail. Mi ez a hely? Aha. De, nagy gombában él. Ja. Világos. Tehát akkor ezeket a geci nagy gombákat, ezeket izéjét csinálja. Most megpróbálok valami küldetést összeszedni. Tele vanni. Igen, ő a tanítványa. Igen. Jó tanár! Hát lázadj! Hát akkor ez így jó van, bekaphatod. Mm-hmm. És akkor itt vannak ilyen shopok, meg mit tudom én. Ja, hogy ez is egy város? Hát nem város, de ilyen hely. Tehát nem is tudom, ja, mi ez. Ilyen hely, értem. Nem tudom, mi ez igazából, de lehet shoppingolni. Találtam ilyen tök jó poti shopot a múltkor. Na, ez most tetszeni fog. Nagyon fasza. Ami itt fog történni. No. Shit. Woohoo! Anyád. Jó, ez mi? Jó. Mondtam. És akkor itt van Nelosz.
Jó kis hely ez. Csak minden stealingelni lehet csak. Skooma. Skooma Eater. Azt a kurva. Ez tök jó ez a hely. Ja. Tök jó lenne lakni, lehet, hogy nem? Ha itt izé... Ha itt jóba leszünk velük, megcsinálunk egy pár küldet, akkor ezek teljesek lesznek. Á, lehet. Requires key. Ez valami szoba. De ott van valami, az mi? Ja, az tényleg, az mi? Az olyan, mint egy enchanter, vagy nem tudom. Ezt nem tudom mi, ez ilyen Solstheim enchanter, vagy nem tudom. Nem mersz kulcsot kérni tőle? Na mindegy, nézzük, na. Mi az, hogy igen, most vagyok itt először. Ő üdvözölt, amikor először voltál Raven Rockban. Jó. Hova szemben oda kénytetted, Nandi? Hát... na jó, legyen ez. Térjünk a tárgyra. Mirák, tudod? De amúgy, amikor leszálltunk a hajóról, akkor megkérdeztük tőle, hogy ki az a Mirák, és akkor így, hát, mit tudom én, és akkor most meg, ó, Mirák, ó! De nem, ezt nem azt mondta, csak hogy izé, már megint Mirákozó lesz, mondta. Ja. Upsi. Na, ezt meg honnan? Na végre, haladjunk, jól van. Ta, Persze, together mi? Ez totál hülyének néz. Ez a together az annyiból fog állni, hogy ő jön a hátunk mögötte, meg gyilkolsz ezerrel. Igen, és akkor a végén, amikor megvan, akkor így hátba támad. Úgyhogy ezt fenntartásokkal kezelném. Na és akkor most van az, hogy ez le fog menni a mágikus liften, és akkor ellophatsz mindenét, legalábbis én ezt csináltam. Szóval ez nagyon fasza. Ja, tehát akkor ez most így vugy, és akkor lehet lopkodni ezerrel. Hány enchanter van itt? Nézzük meg a izét. Vagy a water walking-os enchant. De nem lehet. Nem lehet. Hát basszus. Akkor ez egy ilyen egyszeri dolog. Nézzük. Glass boots. Nem most gyakorlok egy kis enchantot. Te a kezed meg az ilyesmit van már enchantolva? Persze, már rég. A greater-öket azért tettem félre, hogy gyakoroljak. Meg hogy növeljem az utcai mértékét. És akkor most ilyen izéket fogsz enchantolni? Hogy milyen gyűrűd van? Random. Milyen gyűrűd van? Lehet, hogy jobbat is tudsz. Ettől rosszabb van. Szerintem. Most igen, a 19 az durvások. Kevés. Jó, ezt nem, mert nekem 10 nem tudom hanyas van. De neked... 15-ös van nekem. Biztos? Fasz tudja, megcsináljuk, azt megnézzük. Majd jutasd eszembe, hogy nézzük meg. Uh-huh. Most csak ilyen random enchantokat pakolok rá, mert... Greater-öket csak... már... Hát azt csináltam. De az előbb Grandet raktál rá. Tudom, mert az direkt volt, azt én akarom hordani. Ja, jó. Jó. Healing Rate, az tök jó. Na, itt egy common is, azt is. Már most nagyon nehezen lép szintet a izé. Na, mert már 70-esek vagyunk, vagy mennyi? Itt van, 64. Akarja annyi. Csak? Ez nem is olyan sok. Még. Jó, most már elég lesz, mert... megcsinálom az összeset. Mert itt Greater-ből is van még egy csomó, meg minden. Ha így folytatod, akkor nem is lesz sokáig ennyi. Na végre. Legalább egyet lépett. De ugye ezt is lehet tanulni csávónál. Nem baj. Így olcsóbb. Hát olcsóbb, csak unalmas nézni szerintem. Water breathing, de... Mit bánom, én úgyis eladom a francba. Na ennyi. Na és akkor nézzük meg ezt a gyűrűt. Na most van rajtam. Egy 17%-os. Hát akkor 2%-kal jobb. Igen. Végül csak is. Melyik az? Nem.
Apa, ajaj, szelbasztam. Ez volt az. Igen. És ezt vissza. Galdor Amulet. Nagyon. Annál jobb nem lesz, tehát azt... Hát de, ha enchantolnék. Illetve még akkor se. Jaj, lehet most, mert elment. És ő az egyetlen, aki itt van? Igen. Szóval azt kellett volna megnézni, hogy ha pikpakitolom, akkor van-e nála kulcs ahhoz a fura szobához? Mert ez érdekes lenne. Death Brand, azt tudod melyik, azt már 8-szor megtaláltuk. Ja. Hát igazából a Soul Gem-eket nem lopok, ez mi? Faszén, ami nem önkritika. Na jó, ezt az egyet, mert ez Grand. Ó, te kis huncut. Na, szerintem haladjunk. Jó, mehetünk. És akkor most menni kell Dwarven helyre. Amiből kicsit sincs a tökünk ki, tényleg, tehát semmi különös. Ja. Ráadásul... Azt meg... Azt hittem, itt le fog esni. Igen. Ráadásul ez olyan hely, hogy hosszú nagyon. Tehát most előre szólok, hogy igen. Tehát kéne jönni a vízjáró csizmával, az lesz a legrövid. Ja, tényleg, meg van még, az nem adtad el? Dehogy adtam. De amúgy eladni is kéne már, mert annyi cuccod van, hogy... Majd ha túlterrelésem lesz. Ja tényleg van ez a Black Merchant. Hát ez még úszt, még a csizmát se írja meg van, itt van valami. Lör... mi ez? Ashspawn. De mi ez a hely? Valami temető? Na olyasmi. Ráadásul ez egy Skirmisher. Nézd már, ököllel jön ez hülye. Hát... anyád. Mondhatni, hogy elég esélytelen ez a küzdelem számára. Hú! Szevasz! Vízbe köcsög. Szóval mi ez a hely? Nincs rajtad, haver. Nem is mondtam, hogy föl. Mondtam, hogy nem veszem föl. Hát ez, amíg berakom a csizmát, addig odaérek. Há, jó van. Meg aztán visszapakolni, az is. Jaj, te szegény ember. Hát nem, csak időhatékonyság miatt. És időhatékonyság miatt encsantoltál 86 000 cuccot az előbb. De rökött neked, de egy nagyobb. Az hasznos tevékenység volt, jó? Oké, és akkor most... Itt van valami ellenfél. Ezt nagyon szeretjük, tényleg. Bazd meg, hát... Milyen degörje van ennek, hogy van satolt? Egy rohadt degörrel. Na, valami shoutot nyomjunk rá, mert ez így nem... Nem kell ide shout. Úristen. Úr Jézus, odafent. Oké. No. Mire vagyok még végre? Mi vagy még? Semmi. Jó. Jön a barátja is. Ez valami mi? Ajaj, ez nem túl fasza. Outlaw ráadásul. Shit. Ez híred. A franc, ugye el a száját. Takarodj már, nem látom tőled a célpontot. De megint hírelni fog. Hello. Szemezünk vele egy kicsit. Most már minek? Hát egy lövés is kész. Hát de nincs magikám, érted? Nulla. Ennyi elég is. Mondtam, hogy egy lövés. Okos vagyok. Nehogy lesz. Na itt van. Ez használta. Ja, hogy már 30-as frost damage. Jó van, nem kap be a faszomat. Hát minimum. Slow turf is. Egy csomó szar. Azon nem kívül. Teszem én azt el. Amúgy még a csávó nincs is így szerintem, annyira gyors voltál. És az ott kicsoda? Hogy ott csak figyel. Csak úgy. Mert innen futottak át valakik. Igen. Jó szemed van ez. Hát, mérsékelt. Azt a büdös. Hát ez nem esett túl jól mondhatni. Mondhatni szar volt. Kifejezetten. Na, ki volt ez? Plunderer. Menj már! Fuszrodál le innen. Azt mondod? Hát ez vicces lenne, az biztos. Tehát, hogy be is van pont rakva. De nem. De nem. Báj! A vízbe esett, ezt úgy fogja... Hogy nem. Nem tudom. Pazd meg, mennyi pötty. Amúgy ez a Master Wizard, ez a Neloth, ez egész jól tud harcolni, hogyha itt lenne. Csak nincs itt. Szóval... Ja. Hát ezt kurvára eltaláltam. Ez mi a fasz volt?
Megint egy plunderer. Bye! Ez is leesett. Amúgy... Mi? Az csak egy izé... Isten tisztelet, vagy nem tudom. Bálvány imádat. Na, itt vannak. Hát bazd meg. Gizárgó volt. Na jó, erre előveszük az én szívemet. És amúgy Dremora, vagy ilyesmi. Ja tényleg, az egy jó ötlet. Persze, hogy az. Na bazd. Ne már bazd meg. Legalább elmentetted a fő izé után? Persze. Helyes. Csak az basz föl, hogy izé, ez a egyetlen baja van a izének, a Wizardnak, tehát a mágus karakternek. Hogy nem jó az armor. Nincs armorja. Igen. Mondta pár néző mondta erre, hogy izé, hogy akkor csináljunk enchantingot, meg heavy armort. Hát csak heavy csak... armor viszont, tehát most az armor, akkor az Archmage Robe-nak akkor búcsúgódhatunk. Lehet olyat enchantolni, hogy jobbat kapsz, mint az Archmage Robe. Hát persze, hogyha 99-es az enchant. Ja, és addig meg szopsz. Na jó, basszátok meg. Meg lehetett volna izé flash-elni, csak az alteration-nel nincs foglalkozva. Hát igen. Ebben a karakterben. Én még foglalkoztam vele régebben. Amikor még a saját karakterünkkel nyomtuk. Videó előtt még egy másik galaxisban réges-régen. Dremora. Ilyenkor még nincs lerakva. Szóval, de amúgy el lehetne kezdeni. Meg egyébként az túl OP. Tehát most érted, mi a szarnak? Hát azért az annyira nem nevezném még túl OP-nak. Mi az, hogy van rajtad egy ebony armor és ingyen csinálod, de izét olyan enchant van rajta? Hogy ingyen varázsolsz? Hát de nem az, hanem és a... És közben ebony armor. Az alteration. Ja? Ez mi a fasz? Szóval az alterationről beszélek, hogy ezt nem később vele foglalkozni, mert mit csinálsz? Szóval korábban tanultunk alterationt, arra emlékszem? Igen, de most valami 30-as. Most innen előről, tehát kb. Előről kell kezdeni. Ez nem baj, kezdjük. Nem baj, kezdjük. Szerintem megérné. Most ilyen hozzáállással, hogy hát úgyis szar, azzal érted. Na. Kezd a faszom tele lenni most már. Még csak, hát még el se kezdtük magát a dungeont. Ez már a faszom tele van, akkor mi lesz később. Sőt. Már 18 percet el is basztunk a semmivel tulajdonképpen. Hát ez van. Ez van. Ti vállalkoztatok erre, amikor elkezdtétek nézni a sorozatot. Örülhetnétek így legalább izé. Több rész lesz majd a végén. Hát ja, csak abnak a 80%-a semmit tevés, de... Most egyébként vannak flash-eim? Csak úgy kérdezem. Valami biztos van. Ó, Stone Flash a legjobb. Ja, igen, Stone Flash. Hát... Rövid ideig tart, meg nem is olyan jó, de... Még csak most lett 30, látod? És látod, hogy elvitte a Magic Card? Igen, mert a perk nincs meg. Igen. Szerintem érdemes lenne foglalkozni vele, én azt mondom. Vagy Tolfdirhoz megyünk. Egyébként annyira nem ám jó ez a Flash. Hát de valamit azért ér, és nem valsatolnak legalább az ellenfelek egyből. De ő is Flash-en, látod. Tudja, mi a jó. Szerintem a Dremora az annak annyi. Vagy ha nem, akkor most újraindul a számlálás. Aha, nagyon fasza, izé, ez a Void Death volt. Ez a Void Death volt, amikor... Ha nem láttad, azért lett Restoration level up. És akkor 1%-os élettel, így... Oké. Okay. Olyan one-shotot kaptam volna a nyíltól, hogy beszarsz. Huh. És még mindig nem tudom, hogy ki lövöldözik engem. Ki lövöldözik? Itt van már a Niloth. Mit tudom, ilyen szarok is rá egyébként. Tehát annak 20 fontosságú szerepe van konkrétan. Szóval nem kéne elhagyni. Mondjuk meghalni úgyse tud pont ezért, mert 20 fontosságú szerepe van. Oh. Na jó, legalább foglalkoznak vele egy kicsit. Lockpicking? Nem? Oké. Okay. Na, hát de bazd meg. Mindenkit akar, hogy jön a picsába. Na, menjetek már. Oké, ezt miért raktad el? Mert zéró súlya van és pénzt ér. Élet, jól van. Nem sokat mondjuk. Olyan, mintha goldot raktál el, csak kicsit közvetettebb. Na jó, hogy nincs több senki. És akkor most meg kéne várni a faszit.
És ha bemegyek, akkor mi van? Hát ez mi is oda teleportál? Igen. Oda kell átmenni? Nem tudsz bemenni, pasi nélkül. Ja. Mert... Amúgy itt van. Itt van. Jó van, menjünk. Egyébként ezt megírhatnák a nézők is, hogy foglalkozzunk-e Alteration-nel, de azt ne írjátok, könyörgöm, légy szíves, hogy Heavy Armor-ral foglalkozzunk. A Heavy Armor-t nem fog fölvenni, mert tehát az úgy nagyon durva, hogy van egy 500-as armorod, és még akkor hozzá enchantolsz is, és akkor ingyen Destruction Spell leked. Na, hogy biztos vagyok benne, hogy valaki most már csak azért is be fogja írni. Hát, tudod miért felőlem beírhatja, csak nem fog érdekelni. Olyat nem fog csinálni. Hogy komplett Dragon Scale Armor, vagy Daedra Armor minden testrészemre, ami már... úgy van enchantolva, hogy minden spell ingyen van. Hát olyat biztos, hogy nem. Látod, mert most ez itt izé blablabla, és így nyílik ki az ajtó. Aha. Mert ennél volt ilyen kocka, amivel aktiválni lehet ezeket a szarokat. Tehát ez így sokkal érdekesebb a játék. Tehát... Hát igen. Azt még nézni se lenne jó. Hogy ott osztogatom a seggbebaszásokat, és akkor mindenki sztegörülődik, mint a franc, és semmi nem történik más. Így legalább néha meghalunk, az szint visz a műsorba. Na ott van a Black Book, alatta. És akkor ezt kell majd izé felhozni. Csak izé nincsen gőzellátás a szobába. Gőzellátás. Ez Steam Supply, azt mondta. És akkor ezért kerülő úton kell menni, fel kell kapcsolni a gőzellátást, meg lófaszt is kell még csinálni. És ha én fölveszem a sisakomat és fújok egy gőzt, az nem. Nem ilyen egyszerű az élet. Great Chamberhez kell menni. Először... Jászint lépés is ja, ez. Ja. Ja, és még valamit akartam mondani. Csomóan voltak, akik azt mondták, hogy hát hülye vagy, bazd meg! Miért nem enchantolsz magadnak heavy igen. armort? Hát ezért. De azt bírom, hogy vannak olyan kommentelők, akik, hogyha nem azt csináljuk, amire ő gondol, tehát magyarán nem vagyunk gondolatolvasók, akkor már egyből hülye, bazd meg, kurva anyátokat, hát mi a faszom, én nem csináltok, hát kurva anyátokat, hát Mert azt hiszi, tehát, hogy mindenki tudja, hogy mi a legjobb kombináció egy mágusnak, én is nyilván tudom. Csak amikor elkezdtük ezt a sorozatot, a 20. résznél volt 30-as szintű az enchantingunk. Tehát ott még persze, hogy jobb az Archmage Rogue. Meg mindegy, a csávó is. És most meg már túl OP lenne a másikat csinálni. Tehát én az enchantingot arra használom, hogy több magicám legyen. Vagy jobb fire resistance-em legyen. De olyat nem fog csinálni, hogy a destruction olcsóbb legyen. Mármint olyat, hogy teljesen ingyen legyen. Ja. Most enchantoltam egy gyűrűt, az tényleg olyan, hogy olcsóbb. Hát jó, de 19% az még annyira nem osztam szóval. De páncélt nem fogok, tehát maximum na, gyűrűt, figyelj, meg, mosina, gyűrűt meg nyakláncot. Na ez egy puzzle amúgy, tehát az egész dungeon egy hatalmas puzzle. Ja, szóval itt majd ilyen gondolkozós akármik lesznek később. És az a kocka a tiéd. Ami ott pörög. Most már. Vegyem le. Aha, mert most mondja, hogy neked biztos nagyobb szükséged lesz rá, és akkor ez a Control Cube, akkor ezzel lehet ilyen szarokat irányítani, és akkor mindig ki kell puzzle-olni, hogy éppen most melyiket kell. Tehát akkor ugye leengedi, az egyik leengedi a vizet, a másik mit csinál? Ez... megint leengedi a vizet. De gondolom, tehát úgy van, hogyha kettő egyszerre, akkor leengedi akkor teljesen. Akkor valami más is, vagy valami. Nem, tehát ha kettő van egyszerre, akkor teljesen leengedi a vizet, így meg csak fél útig. Aha. És akkor most van itt egy alsóbb szint, ez nyílt meg. Aha. Itt is van valami. Itt is van valami. És itt is van valami. Tehát összesen négy van, ugye? Hát még négyet kéne szerezni. Igen. Ilyeneket lehet találni. Ugye a víz alatt nem kell? Hát nem. Itt majd le kell engedni, és akkor... Ha lesz majd kettő, akkor egyszerre tudod leengedni. És most meg fogsz fulladni. De hogy fogok? Akkor viszont mit kell csinálni? Akkor viszont menj vissza, és van másik út is. Ja. Ahol... Egyelőre ugye még csak egy van, de lehet szerezni többet is a dungeon-en belül. Ilyen szar kockákból. Hát szóval azt mondom, hogy én ezt most kiveheted, mert
Vagy ezt most kiveheted onnan a de helyéről. Minek? Miért venném már ki? Jó, mert az ott. Kell másorra is. Ja. Máskorra is, és most nem nincs szükség arra, hogy le legyen engedve félig a víz. Szóval, ja. És akkor itt lehet menni erre. Jaj, de szar! Jó, mi? Inni. Jaj, de egy szar ez. És akkor ez 87 fog... helyre jó az a kocka. Igen, ez fog menni végig. Például ott van még egy kapásból. És akkor ez el fogja állítani a tüzet, igen. Most már kettő van. Semmi más? Nem. És ez semmi? Az majd később lesz. Ez valami balliszta gép lesz? Balliszta lesz, igen. Ojojojojoj. Ojojojoj. Come on, és semmi más. Oké, lehet menni akkor lejjebb. Ez ilyen munkamániás robot. Igen, halál után is izé, de nem bírja abba adni a melót. Na, azt mondja. Na, az is flash-et használ az a csávó. Tudjuk, mondtad már egyszer. Nem baj, most még ott egyszer. Egy Centurion 2. És akkor itt is van víz, meg itt van két-kettő hely. Két-kettő? Két-kettő hely. Hát nézzük. Most beindul a izé. Hát ez fasza lesz, ha ezek mind életre kelnek, de ezek... Tehát most az egyik leengedte a vizet, a másik meg csinált valami mást. Igen. What is this? Na, várjál ezt majd később. Ez le valami kijárat lesz szerintem. Ja, igen, ezt a hírát, vagy mi? A francba is már. Centurion dinamo. Ez miért világít ennyire? Nem, szerintem. Nem tudom, alapból így világítanak, csak sose találtuk még úgy, hogy földön. Depleting, ez biztos valami szóltrepes. Nem, ez Magicka szopós. Ja. Absorb Magicka Enchant. Ó, hogy tudja. Kis kocka. Oké, Na, anyádat. Mit kell itt tehát csinálni? Úgy nézünk ki, hogy hát igazából nem mondom el, gondolkozzál. Hát, hogy rohadj meg. Elmondjam akkor? Hát, mit bánom én? Hát, mert te szoktál úgy lenni, hogy nem mondd meg, én akarom! Ja, nem jó, mondd akkor meg. Nem mondd meg még. Jó, gondolkozzál. Mert te tudod egyébként? Persze, hát én ezt már csináltam. Ezért fog kelni? Gratulálok. Most van egy problémánk. Gondolta mála lesz. Baszd meg. És ezt akartad? Eha. Egyébként viccen kívül ezt akartam, igen. Jó, nagyszerű, akkor most van egy játszópajtásunk is, aki miatt aggódni kell. Mondjuk már nem sokáig, ahogy nézem, ez a... Ez csak egy sima Centurion, a szarabbikból. Tessék, Dead Row van nála. Hú, de jó. Meg egy csomó szar. Az Isten van. Ja. Kis pók. Pitya. 28 percen járunk amúgy, szóval... Itt mióta vannak... Izék? Nem tudom amúgy. Ilyen rámutatós nyilak a ház. De azon most nem kell foglalkozni, tehát az csak félrevezet. Hát legalábbis nem félrevezet, de nehezebb úgy... izélni, hogyha... Hát akkor menjünk keresztül ezen az ajtón, mert tényleg nem nagyon maradt más. Hát... Bár, várjál. Ezeket itt hagyjuk. Ez a lényeg. Megmondjam? Nem mondd meg. Jó. Azt ott nem lehet. A faszomat. Hello? Ebbe kéne egyet rakni. És akkor itt fölmegy a lépcső. Nem? Hát igazából nem. Mert ez itt, ezt a hírat, ez az aranyhírat emeli fel. Aha. De... Baszd meg! Ez kurva szar. Mondjam. Jó, mondjad, faszom. Úgy van, hogy vedd ki az egyiket, ami nem a vizet emeli fel.
Hát azt az melyik? Fent. Hát ki kell tapasztalni. Fogalma sincs amúgy. Hát úgyis ez a rossz lesz, ugye? És nem. De. Nem. Ez így most jó, mert kicsi a víz, tehát jól tettél ki. Igen. És akkor most lemész. És akkor ott van az a kis cucc. Akár, de várjál, nem, mondjuk, igen. Vannak. Igen. De bazd meg, azt hittem remora lesz itt a kezembe. Hát rálép a saját csapdájára, figyelj. Hát igen, a remora. A 30-nél járunk, mi legyen? Megcsináljuk ezt a puzzle-t és akkor lőende, jó? Aha, biztos. Igen. Tehát akkor ebbe rakj egyet, ez felemeli a hidat. Igen, de ugye ez akkor... nem ilyen állandó? Nem. Ami piros, az nem állandó, csak ami kék. Ja, és hát akkor... ezt mondhattad volna. Azt hittem egyértelmű, és akkor ez pedig felemeli a lépcsőt. Így. És akkor lehet menni. Hát de is akkor nem kéne azt visszaszedni? Nem, mert az elárasztja az egész termet vízzel. Az ott nagyon jó. Viszont legyen vége, jó? Aha... Hát igen. Jó van. De akkor csináld is. Na jó. Hát akkor gondolom itt lesz egy kocka. Jó, akkor ezzel folytatjuk legközelebb. Ja. Kommentek közé, akkor létszi az Alteration-t, hogy akkor elkezdjük-e szerintetek, vagy szeretnétek-e látni az Alteration-t. És akkor van még egy kérdésem, ami úgy hangzik, hogy szerintetek nem túl unalmas az, amit most csinálunk, csaták? Tehát, hogy csak ezt a néhány spellt, az Incinerate Lightning Bolt, meg ezeket használjuk, meg ez a hófelhő, hogy... arra gondoltam, hogy lehetne egy kicsit változtatni a harci stratégia, hogy ne legyen ennyire unalmas a harc. Például rúnákkal, vagy illusion spellekkel, vagy valami. Tehát varddal, ez a turn undead típusú spelleket is meg lehetne csinálni. Tehát, hogy az lenne a kérdésem, hogy egy kicsit megpróbáljunk-e változtatni a harcon a többi típusú spell segítségével is, tehát rúnákán, meg amiket most elmondtam, szerintetek. És ha igen, akkor belevágunk, meg az Alterationbe is. Viszont egyelőre köszönjük a figyelmet. Már elmentetted. Most mentettem el, ugye? Jó, nem baj, semmi gond. Legközelebb folytatjuk. Sziasztok! Bye!